Már az 1880-as évek elején felvetődött a kérdés, hogyan lehetne méltó emléket állítani Szilágy vármegye legnagyobb alakjának, báró Veselényi Miklósnak. 1883-ban a vármegyeháza közgyűlési termében felavatták a báró művészi értékű arcképét. Ezt azonban kevésnek érezték, így fogalmazódott meg a szobor gondolata. 1891. október 2-án Pungur Gyula zilahi polgári főiskolai tanár a Szilágy vármegyei tanítótestület gyűlésén indítványt terjesztett elő Veselényi Miklós szobrának elkészítésére. Hamarosan megalakult a szoborbizottság. A vármegye illusztris tagjai mellett a főváros, az országgyűlés és a Tudományos Akadémia is képviseltette magát. Elnökévé az egykori 48-as honvéd századost, Szilágy megye alispányát, Szikszai Lajost választották. Tagja volt még a bizottságnak gróf Bethlen András földművelési miniszter, Pécsi Tamás a képviselőház elnöke, Gerlóci Károly, budapesti alpolgármester, és Gyulai Pál, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Jegyzője pedig Móni Gyula, Szilágy megye főügyésze lett. November 9-én a Szoborbizottság közgyűlésén felhívást fogalmaztak meg, amely december 6-án a Pesti Hírlapban is megjelent. Szilágy vármegye, melynek Veselényi Miklós minden hazafias munkában lánglelkű vezére volt, elhatározta, hogy a megye székhelyén Zilahon nagy fiának emlékezetére szobrot állít. Ezen ügy intézésére a megye közgyűlése bizottságot küldött ki, melyhez a kormány, a törvényhozás, a Magyar Tudományos Akadémia, a fővárosnak és a művészi köröknek több képviselője csatlakozott. Ezen bizottság nevében fordulunk a nemzet kegyeletéhez, kérve, hogy a Veselényi szobor felállítását adományaival támogassa. A szoborra szánt íj adományok a mellékelt ívre följegyezve a szoborbizottság elnökéhez, Szilágy megye alispányához, bármely fővárosi napilap szerkesztőségéhez, vagy pedig a Magyar Földhitel Intézethez, mely utóbbi intézet a pénzkezelést magára vállalni szíves volt, küldhető. A szobor elkészítésére számos adomány érkezett. Az első összeget még 1891-ben Velsvecről küldték, majd Budapest is adományozott 1000 koronát. A vármegye 17.648 koronát szavazott meg. Az országos gyűjtésből 19.099 korona gyűlt össze. A zilahiak is számos akciót szerveztek, mely 1902-ig a szobor leleplezéséig az 50.000 koronát is meghaladta. A szobor elkészítésére 4 budapesti szobrászt hívtak meg. Szécsi Antalt, Senyei Károlyt, Bezeredi Gyulát és Holló Barnabást. Ez utóbbi kettő szobortervét a túlzott méretei miatt azonban elutasították. Ekkor kereste meg Szikszai Gyula Fadrusz János szobrászmestert, és felkérte a Veselényi szobor elkészítésére. Fadrusz 1896 tavaszán Zilarra érkezett. A szobor öreg parasztot ábrázol alakját a kolozsvári Nemzeti Színház színművészéről, Szent Györgyi Istvánról, az úgymond Örök Tiborcról mintázta. A lábán látható csizma megszületésének a története is roppant érdekes. Maga a Fadrusz beszélte el egy alkalommal Kaiser Györgynek, Szilágy megye főispánjának, hogy 2 hónapig járt az országot, míg egy vásáros napon a Dunakorzon meg nem pillantott egy idős parasztot.
annyira megragadta az öreg lábán viselt lábbeli, hogy elhatározta. Erről fogja mintázni a szobor jobb ágyának csizmáját. Szerette volna azt megvásárolni, de viselője semmi pénzért nem akart tőle megszabadulni. Végül megegyeztek. A mester kölcsön kapja egy napra csizmát, a mintázáshoz húspengő fejében, ráadásként pedig jól megkenve kell visszaszolgáltatnia. Fadrusz kifizette a húspengőt, majd a munka befejeztével alzsírral jól megkenve adta vissza a tulajdonosának. Augusztus 1-én a mester már a kész szobormintát is bemutatta a Vármegyeház dísztermében. November 29-én megtörtént a szerződéskötés, amely arra kötelezte a művészt, hogy a minta másfélszeresét 1897. július 1-ére bronzba öntse. A szobor úgymond dajkája, Szikszai Lajos már nem érhette meg Fadrusz művének avatását. 1897. augusztus 31-én elhunyt. 1897 őszére elkészült a szobor másfélszeres gipsz mintája, melyet hamarosan egy budapesti öntödőbe szállítottak. 1899 végére az öntvény elkészült. A szobrot 1901. januárjában vasúton szállították el a cég udvaráról Zilahra. A szobrot Zila főterén a Kossuth téren tervezték felállítani. Fadrusz a környezetet is megtervezte. Az alkotást kovácsoltvas kerítés és lámpások ölelték körbe. Ezek elkészítésére a mester Marton Lajos pozsonyi születésű műlakatost kérte fel. A szoboravatása 1902. szeptember 18-án került sor. Az ünnepségen a Veselényi családot a vármegyei főispán báró Veselényi Miklós az árvízi hajós fia képviselte. Erdély legtekintélyesebb arisztokrata családjai is jelen voltak. Így a Teleki, a Betlen, a Bornemissza, a Zicsi és a Degenfeld családok tagjai. Az országgyűlést a képviselőház alelnöke Dániel Gábor képviselte. Kise furcsa, hogy a kormány részéről csak Tarkovics József, Széli Ignác és Zilinszky Mihály államtitkárok jelentek meg az ünnepségen. A fővárost is csak Lung József tanácsos képviselte. A Magyar Tudományos Akadémia képviseletében Bőti Zsolt jelent meg. Az ünnepségek már 17-én szerda este elkezdődtek. A vígadott termében a Kolozsvári Nemzeti Színház díszelőadását tekintették meg az érdeklődők. Az előadás után ismerkedő est volt a legelőkelőbbek részvételével. 18-án csütörtök reggel szitáló esőre ébredt a város lakossága. A nap eseményei a báró Veselényi Miklós főispán elnökletével megtartott vármegyeházi diszkőzüléssel vették kezdetüket. Innen a közönség a Honvéd zenekar indulóinak hangjára a szoborhoz vonult. Az ünnepét a Honvéd zenekar nyitotta meg. Ezt követően a zilahi dalkör elénekelte a himnuszt. A méltatások sorát dr. Kaiser György Alispán, a szoborbizottság elnöke kezdte. Ő utána Bőti Zsolt lépett a szolnoki emelvényre, és beszédében felidézte Veselényi alakját és a kort, amelynek vezére volt. Emelkedett szavait követően lehullott a lepel az alkotásról, és a közönség megpillanthatta Fadrusz János nagyszerű alkotását. Veselényi főispán a család nevében köszönetet mondott az egybegyűlteknek. A koszoruk elhelyezése előtt hangzott el Zempléni Árpád Veselényi emlékezete című pályadíjnyertes ódája.
Hamarosan koszorúk sokasága borította az emlékművet. Szilágy megye alispánja az alábbi szava kíséretében adta át a műemléket Zila polgármesterének és polgárainak. Most, midőn ez szobrot, ezennel a város legelső polgárának ünnepélyesen átadom, s őt annak átvételére felkérem, kívánom és kérem, hogy őrizze azt a nemes város hazafias polgársága mindig oly kegyelettel, mint aminő szeretettel csüggött hazáján, s mint aminő lelkesedéssel küzdött annak boldogságáért a nagy Veselényi. Azt is bejelentette, hogy a szobor alkotója hazafias lelkesedése, és Árpád hősi vére iránti érzett szeretete a vezérek oszlopával is megajándékozta a hazát és a vármegyét. Egyben meg is invitálta az összegyűlt polgárokat a Szikszai parkban felállított emlékmű felavatására. A város nevében Báró Diószegi Zsigmond polgármester tett ígéretet, hogy gondosan megőrzik és fenntartják az utókornak a nagy férfiú emlékét. Az ünnepség második része a fented említett Szikszai parkban a vezérek szobránál folytatódott, ahol az ünnepi szónok Adi egykori gimnáziumi tanára Kincs Gyula volt. A koszorúk elhelyezését követően a dalkör a szózat eléneklésével zárta a megemlékezést. Délután 2 órakor vette kezdetét a Vármegyeháza udvarán a sátorban tartott ünnepi díszebéd. Este a Vigadóban a Kolozsvári Nemzeti Színház előadásában Dóczi Lajos Szécsi Mária című drámáját adták elő. A mű főhőse a Murányi Vénuszként is ismert Szécsi Mária, aki 1644-ben vett feleségül Veselényi Ferenc. A darabbeli Veselényi Ferenc fületi főkapitányt, Nádort, a később róla elnevezett Habsburg ellenes összeesküvés vezetőjét Szakács Andor alakította. A szobor sorsa 1935 tavaszán megpecsételődött. Április 24-éről 25-ére Virradóra hatósági parancsra Másztán Dumitru géplakatos és Birkner Tivadar építész munkásaikkal elbontották Fadrusz alkotását. Az első hírek a szobor megsemmisítéséről szóltak. Mások úgy tudták, hogy a Vármegyeháza udvarába szállították teherautóval. Egy harmadik vélekedés szerint gerendákon görgették be a prefektúra épületébe. Felröppent az a hír is, hogy egy fáskamrában tárolják. Biztosat azonban senki sem tudott. Észak-Erdély 1940-es visszatérését követően a város és a vármegye azonnal a szobor visszaállításán kezdett ügyködni. Megalakult a szoborbizottság, hogy előkészítse és megszervezze az emlékmű visszaállítását és felavatását. 2 év kellett ahhoz, hogy Fadrusz alkotása ismét Zila dísze legyen. A város visszatérésének második évfordulójára, azaz 1942. szeptember 8-ára kisasszony napjára tűzték ki a jeles eseményt. Az alkotás kisebb sérülésektől eltekintve épségben megmaradt. A szobrot először az alszegen álló leégett, omladozó malom udvarán állították össze. A mű nem az eredeti helyére került vissza, hanem a Vigadóhoz közelebb, a tér középvonalában. Az avatóünnepségre Zilarra érkezett Színyei Mersejenő vallás és közoktatási miniszter. Kíséretében többek között ott volt Tasnádi Nagy András, a képviselőház elnöke, Gróf Béldi Kálmán, a felsőház elnöke, Dánoki Miklós Béla altábornagy, hadtestparancsnok a Magyar Honvédség képviseletében, és Józan Miklós unitárius püspök. A jeles eseményen jelen volt Fadrusz János özvegye, Deréki Anna is.
Az ünnepség szeptember 8-án 11 órakor vette kezdetét. A hajnali zápor ellenére a Kossuth teret megtöltötték az ünnepők. A környező falvak népviseletbe öltözött lakói és a megye tisztviselői is felvonultak. Így ott volt dr. Miklósi Béla Szilágy vármegye szolgabérája, aki számtalan fényképen örökítette meg az eseményt. Az ünnepség megnyitó beszédét dr. Gazda Endre Szilágy megye alispánja, a szoborbizottság elnöke tartotta. Ezután Szinyei Merse Jenő vallás és közoktatásügyi miniszter lépett az emelvényre, beszédét így kezdte. Midőn Fadrusz János remekét újra talpra állítjuk és visszaadjuk Zila városának, Szilágy vármegyének, a Tútum-Hátta hegyeknek és egyben egész Magyarországnak, nem csak kötelességet teljesítünk, hanem lelkünkben is felépítjük Veselényi szobrát, lelkük falaira vessük Veselényi tanítását, és ünnepét üljük e páratlan, nagy magyar férfiú szellemi újjászületésének. Ezt követően felidézte a reformkori politikus emberi nagyságát, aki szíven viselte jobbágyai sorsát, és kiállt a jobbágy felszabadítás eszméje mellett. Rámutatott, hogy a báró buzgó alakja volt a reformkori országgyűléseken, a magyar nyelvügyének, pártolta az irodalmat, a színházi kultúrát. A pesti árvíz idején tanúsított hősies magatartását is megidézte. A miniszter beszédét több alkalommal szakította félbe a lelkes taps és éjjelzés. Az ünnepi beszéd után Liszt Ferenc ünnepi dala csendült fel, majd Kis Ferenc, a Nemzeti Színház örökös tagja szavalt el Somogyvári Gyulának erre az alkalomra írt odáját. A város nevében Solymos Károly rövid beszéd kíséretében átvette Veselényi újonnan felállított szobrát. Ezt követően koszorúkat helyeztek el a szobor talapzatánál. Az Erdélyi Múzeum Egyesület nevében Tavaszi Sándor alelnök és Szabóti Attila nyelvész helyezett el babérkoszorút a Veselényi szobor talapzatára. Az ünnepség a szózat hangjával ért véget, majd a diszszázad és a különböző alakulatok szárcendő felvonulása következett. A Szilágyság falvainak lakossága lobogó zászlók alatt színpompás népviseletben vonult fel. Szinyei Merse Jenő ezután kíséretével megtekintette a Veselényi kollégiumban rendezett vármegyei vadászati kiállítást. Ezt követően pedig a vármegyeházán több küldöttséget fogadott. A vallás és közoktatásügyi miniszter és kísérete a késői éjszakai órákban tért vissza Budapestre. Elkészültek a Veselényi szobor kőelemeinek a felújításával Zilahon, írja a Krónika Online 2021. január 15-i számában. Befejeződött a Veselényi szobor talapzatának és kőelemeinek a restaurálása, és a továbbiakban a körülötte lévő teret is rendezni Zilahon. A városvezetés oly módon hozná rendbe a kissé elvadult főtéri parkot, hogy jobban érvényesülhessen Fadrusz János népszerű alkotása és a vígadó épülete. A honvéd csapatok bevonulásának második évfordulóján leplezték le ismét Zilah főterén Erdély nagyfiának Veselényi Miklósnak írt szobrát, Fadrusz János alkotását. A szobrot a megszállás alatt ismeretlen tettesek ledöntötték. A merénylet után a zilahi magyarság elrejtette, hogy megmentse a beolvasztástól. Az ünnepi beszédet Szinnyei Merse Jenő kultuszminiszter mondotta. De Veselényi példát mutat, hogy mindenütt ott legyünk, ahol veszedelemben forog a magyar élet. A pesti árvíz alkalmával ő volt a híres árvízi hajós, aki a magyar élet megmentése érdekében szembe mert szállni
az elemek haragjával, nagyszerű férfi erőit és lobogó lelkét bőségesen áldozta, pazarolta országának, nemzetének és népének érdekében.